A zene, ami összeköt minket címmel rendezték meg a több iskolát összefoglaló kultikus dalokból összeállított programot, ahol kisiskolásoktól hangzottak el olyan slágerek, mint például a Mi vagyunk a Grund a Pál utcai fiúkból. A zene mindenkié. Erről hasonlóan vélekednek a gyakorló általános iskola pedagógusai is. A gyakorló iskolából érkeztünk több osztállyal, és hát lelkesen készültünk. Lőrinci Györgyi énektanárunkkal készültünk erre a rendezvényre, és a gyerekekkel, amelyik osztályba tanít, készült a dallal, hogy itt el tudjuk énekelni mindenki előtt. Szerintem a zene minden ember életében nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy muszáj, hogy fontos legyen, ugyanis rendkívül sok örömet okoz a zene és annak hallgatása, és mi az iskolában minden évben megemlékezünk a zene világnapjáról, együtt éneklünk az aulában, ma reggel is ez történt, az első órát ezzel kezdtük, és az egész iskola kint állt az aulába, és együtt énekeltünk a kollégák rögtönzött kórusával. A zene világnapján a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezünk. Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. A rendezvényekre, az iskolaira is, és erre is énekóra keretén belül a kollégák énekelték a gyerekekkel a dalokat, és tulajdonképpen én úgy tudom, hogy talán éveleje óta erre készültünk, úgyhogy szeptemberi hónapunknak ez volt a nagy projektje, hogy majd a Zenevilágnapján együtt tudjunk énekelni a többi diákkal együtt. Minden évben megemlékezünk a Zenevilágnapjáról. Szerencsére nagyon sok diákunk zeneiskolás, tanul hangszeren, és nagyon szeretnek énekelni. Hadd emeljem ki, hogy ma reggeli zenével indítottuk a napot, az első óra becsengetésekor a teljes 600 fős, kb. 600 fős diák sereg együtt énekelt a tanárokkal egy dalcsokrot, ami azt gondolom, hogy egy szép indítása volt a Zenevilágnapjának. És hogy miért tartom fontosnak? Azért, mert azt gondolom olyanok, mint a mesék, hogy egészen a lelkünkig hatnak, és a zenével nagyon sok mindent ki tudunk fejezni és át tudunk adni, ahogy a mesékkel is. A kisiskolások az éveleje óta szorgalmasan készültek a Béla Király téren rendezett eseményre, hogy egy közös énekléssel emlékezzenek meg eme jeles alkalomról. Az énektanárunk az összeset kivetítette az interaktív táblánkra, és úgy tanultuk meg őket. Ezért szeretem a zenét, mert jó hallgatni, és ilyen nyugalmat ad. A zene mindent kifejez, amit az emberek képtelenek szavakkal elmondani, és sosem hazudik.